Sziasztok! Ercsei Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés, azon belül is egy újabb bor és művészet videó. Hát nem is tudom, lehet, hogy inkább görögül kellene elmondanom ezt az egészet, de sajnos pehjemre nem tudok görögül, és miért is görögül, hiszen Olaszországba azon belül is Szicíliába megyünk. Hát, tartsatok velünk, és ezt is elmondom. Láttátok a keresztapát? A keresztapa 1-2-3-at. Igen, látom az arcotokon. És azt hiszitek, hogy emiatt képben vagytok Szicíliával? Ennél nagyobbat nem is tévedhetnétek. Mert hogy gyerekek, Szicília abszolút nem olasz. Hát oké, ezt magyarázzuk meg az onnan származó olasz maffiának. De azért alapvetően képzeljétek el, hogy Szicília egésze, és egyébként az olasz csizma déli része is, az ideértve Bazilikátát, vagy nem is tudom, Kalábriát, az inkább görög. Méghozzá azért, mert már az ókori görögök is meghódították mind Szicíliát, mind ugye a déli olasz területeket, és ezt hívták annó, valamikor réges-régen, Magna Graeciának, vagyis Nagy Görögországnak. Úgyhogy hát, ha Nagy Albánia is létezik, és Nagy Magyarország is létezik, akkor a görögök hát ragaszthatnának az autójuk hátuljára ilyen nagy görögországos matricát, ami rajta van bizony Szicília is. És hogy ez miért fontos? Azért fontos, mert a nemes édes borok hagyománya a Mediterráneumból származik, azon belül is hát a görögök találták ki a műfajt, méghozzá azt a műfajt, ahogy egyébként mondjuk leszüretelik a szőlőt, és szárítják, vagy asszalják ilyen szalma ágyon, és utána ezt felöntik borral, és beindul a második erjedés, bla bla bla. Tehát a nagy nemes édes borok a földközi tenger vidékéről származtak el, egészen mondjuk Tokaig, vagy például Feldebrőig, és az édesdebrői hástevelőkig. Vagyis Gecse István például, amikor debrői hástevelőt, édesdebrői hástevelőt készít, akkor lehet, hogy nem is tudja, hogy homéroszi hagyományokból merít erőt. Aztán, amikor a görögök, hát nem is tudom, eltűntek, és Róma megerősödött, akkor sem csökkent a görög hegemónia Szicíliában és Dél-Olaszországban, sőt, nagyon-nagyon fura, de napjainkig is egyébként Dél-Olaszországban és Szicíliában is vannak olyan települések, ahol archaikus görög nyelven beszélnek az emberek. Szerintem ez tök durva, nem? És amiről igazából beszélni akarok, az Szicília, hát görög, norman és arab művészeti egyvelege. Hát ez valahogy úgy történt, hogy nagyon-nagyon sokáig ugye az ókori Görögország része volt Szicília, aztán utána nagyon-nagyon sokáig a megerősödő Bizánc vetette ki a hálóját Szicíliára, és Bizánctól bizony-bizony csak az arabok, az arab kalózok, vagy fosztogatók, vagy hát nem is tudom, reguláris hadsereg foglalták el, és sokáig, ugye több száz éven keresztül arab fennhatóság alatt állt a terület, majd az araboktól a normannok hódították el a szigetet. Ezek azok a normannok egyébként, akik ugye Párizst is valamikor régen bevették, és hát a vikingek leszármazottai, a normann ugye azt jelenti, hogy északi ember. Úgyhogy Szicília hát egy ideig arab, és egy ideig viking fennhatóság alatt állt. És amikor a normannok megszilárdították a hatalmukat, és rengeteg pénzük lett, akkor elkezdtek hát Isten dicsőségére építkezni a szigeten, és Palermo mellett ennek a legszebb példája a Monreale katedrális. És miért is fontos, vagy miért is érdekes ez a Monreale katedrális? Hát ezt fogom most nektek elmondani. Második Vilmos, negyedik generációs szicíliai norman király építette. A legenda szerint azért, mert amikor a királyi birtokon vagy hegyen, hát innen jön a dolog neve, Montreal, vagyis királyi hegy, tehát amikor a királyi birtokon vadászott, elfáradt és elaludt egy Szent János kenyérfa alatt. És álmában megjelent neki Szűz Mária. Hát ez nem csak ilyen, nem is tudom, magyar szokás, ugye Magyarország az Mária országa, de hát Szicíliában is megjelenhet Szűz Mária, és megjelent neki Szűz Mária, és elmondta, hogy ahol a király alszik, ott egy ilyen hatalmas kincs van elásva, és arra kérte a királyt, hogy ássa ki ezt a kincset, és építessen belőle egy bazinagy templomot. A király pedig felébredt, és elkezdett ásni, és meg is találta a kincset, és ebből a hatalmas vagyomból felépítette bizony a Monreale katedrálist Palermo mellett
érdekes ez? Hát azért érdekes ez, mert oké, hogy a normannok uralták a szigetet, de valójában csak az uralkodó elit volt normann, és a nép, akiket meghódítottak, az ugyanúgy részben arab, részben görög volt. Latin ajkú szerintem akkoriban elég kevés élt Szicíliában. És hát kiket bízott meg az építkezéssel? Hát, akik ott éltek, tehát nyilván arabok építették normann stílusban, tehát északi viking stílusban ezeket az egyébként kívülről dísztelen, vagy maximum ilyen farkasfogas díszítésű építményeket, katedrálisokat. Tehát arab munkások dolgoztak ezeken az építkezéseken. Ezt például onnan tudjuk, ugye arabok lehettek egyébként keresztények is, nem csak muszlimok, ezt onnan tudjuk, hogy például egy csomó helyen arab feliratok maradtak fent a keresztény templomokban, katedrálisokban, amin ugye megírják arabul, hogy ki volt a király, ki volt az építtető, kinek szentelték a templomot, és a többi, és a többi. És ezekben a katedrálisokban, és például a Mondreale katedrálisban is, a belső díszítések azok ilyen egészen egyedülálló, fantasztikus, csodálatos mozaikok, amihez egyébként a bizánci kultúrát és bizánci műveltségű görög mestereket vett igénybe az építtető normann vagy viking király. Úgyhogy hát a mozaikok pedig nyilván egészen erőteljes görög ortodox hatást mutatnak. A katedrális északi oldalához egy bencés kerengő van tapasztva, aminek egyébként ilyen erőteljes provanszál, vagyis provanszi stílusú, délfrancia stílusú díszítése van, ami ugye teljesen elüt megint csak az északi normann külsőtől. És valamikor régen a belső díszítéséhez hozzátartozott egy ilyen cseppkőboltozatos tető, amihez hasonlót manapság csak Iszfahánban látni például, Iránban, de sajnos az 1700-as években ez a tető ez leégett, úgyhogy ma ezt sajnos nem láthatjuk. És hát hogyan is került mondjuk bencés kerengő a katedrálishoz? Hát úgy, hogy II. Vilmosnak meggyűlt a baja az uralkodó elittel, és segítséget kért a rokonaitól, és kapott is. Tehát II. Henrik lányát, Johannát nőül vette, II. Henrik ugye az angol király, és Johannával érkezett Walter Hofamil nevű érsek, egy angol származású érsek, aki totál az idegeire ment a királynak, II. Vilmosnak, mert hogy Thomas Becketnek, Canterbury legendás érsekének a hatása alatt állt ez a Walter Hofamil, és ugyanúgy, ahogy a Canterbury érsek, ő is Isten nevében a teljes és egyedüli hatalmat magának akarta, vagy magának követelte a királya szemben. És hát ugye az idegeire ment a királynak, és hát mit is lehetett csinálni? Hát azt csinálta II. Vilmos, hogy apátságot alapított Mondreáléban, ez a bizonyos apátság, amiről beszélgetünk, és hát érsekséget és püspökséget nem alapíthatott a király, úgyhogy megcsinálta az apátságát, és Clunyből hívott bencéseket, szám szerint 100-at, majd az apátnak, a francia származású apátnak kérte meg a pápától az érseki kinevezést. És megkapta, úgyhogy onnantól kezdve 2 érsek volt Szicília szigetén, az egyik az ez a Walter Hofamil volt, aki totál az idegeire ment a királynak, a másik pedig a király által behívott bencés szerzetes, vagy apát, és azonnal a király a 2. érsek alá helyezte magát, viszont az érsekséget ugye a király alapította, szóval ez egy ilyen rókafogta csuka esete volt, hogy a király valójában az általa behívott apátnak felelt, tehát övé maradt a hatalom. Hát szerintem nagyon fifikások voltak a korban. És hogy egy kicsit beszéljünk a díszítésekről is, van ennek a katedrálisnak egy hatalmas bronzkapuja, amit Bonanno Pisano csinált, aki egy legendás mester volt. Rengeteg csak az iszlámra jellemző növényi ornamentikás díszítés is szerepel ezeken a templomokon, keresztény templomokon, hiszen, hát ugye már többször mondtam, hogy végül is arabok építették, arab építők dolgoztak, mesterek dolgoztak ezeken a templomokon. És ami pedig a mozaikokat illeti, jellemzően ilyen aranyberakásos, vagy nagyon erős aranyhátterű mozaikokról beszélünk, és szerintem itt található az egyik legszebb
Pantokrátor Krisztus ábrázolás a főkupolában, illetve nagyon-nagyon izgalmas, hogy az oldalfalakon az Ószövetségből vett jeleneteket lehet felismerni, és ezek közül is a kedvencem az Noét ábrázolja, azt a legendás momentumot, amikor Noé szőlőt szüretel, utána bort készít, és utána megissza a bort, és ettől totál-totál lerészegedik, és annyira lerészegedik, hogy amikor a fiai, Noé fiai felfedezik, akkor hát az egyikük legalábbis kárörvendően elkezd rajta röhögni és csúfolódik, mert Noé mesztelenül, csontmesztelenül fekszik totál segrészegen. Ez ugye benne van az Ószövetségben. És az egyik fia, nem is tudom, a másik fia, az hát inkább betakarja Noét, hogy elfedje a szemérmét, és hogy ne illethessék illetlen szóval azt, amit látnak az emberek. És ez bizony fent van a katedrális falán, és látható a mozaikok között ez a dolog, és nagyon-nagyon izgalmas szerintem, hogy honnan vehette a görög mozaik művész azt, amit ábrázolt, hát nyilván onnan, amit látott maga körül. És képzeljétek el, hogy itt a képen is látszik, hogy a szőlő az bizony nem kék szőlő, hanem fehér szőlő, és amikor Noé már részegen fekszik, akkor egy ilyen butykos, egy üveg butélia van mellette, és abban látszik a bor is, és teljesen egyértelműen fehér bor van az üvegben. Úgyhogy hát a korabeli Szicíliában is lehet, hogy ez az első cataratto ábrázolás, ami ugye az egyik híres szicíliai autokton szőlőfajta. A fene se tudja. Az a rendhagyó helyzet állt elő, hogy ehhez az egész témához, amiről eddig beszéltem, és amit hát valószínűleg az átlagosnál jobban szeretek, vagy kedvelek, ahhoz egyetlen pincészetnek három borát hoztuk el. Volt már erre példa, mondjuk Kolonics Karcsi esetén, amikor ugye a Tiziano festményekhez három somlait ajánlottam. Most pedig Gecse Istvántól hoztam három darab bort, méghozzá három debrői házlevelűt. És hogy miért is debrő, pontosabban ugye feldebrő? Hát azért debrő, mert ott található Magyarország azon ritka templomainak egyike, ami ugye bizonyíthatóan bizánci alapra épült. Hát ma már az ember nem mondaná meg róla, hogy mondjuk ránéztek erre a templomra, hogy ez valamikor bizánci templom volt, mert teljesen átépítették, viszont valamikor nagyon-nagyon régen az Árpádházi királyok idejében, ez nem római, hanem görög kereszt elrendezésű templom volt, egy ilyen centrális kupolával, úgyhogy hát innen asszociáltam ugye a szicíliai bizánci stílusú mozaikokra. Úgyhogy nézzük, hogy milyenek a borok, ne csak dumáljak, hanem lássuk a medvét. Hát az első, az rögtön egy 2019-es debrői házlevelű. Ugye Gecse Istvánról már volt szó ezen a csatornánkon, volt szó a lecsengésem, méghozzá, ha jól emlékszem, az egy kis cukor lett, maradhat, vagy valami ilyesmi volt a videónak a címe, és akkor teljesen elaléltam az egyik édesborától, mert hogy Gecse István hát arról híres, hogy egészen elképesztő szintre emelte a debrői házlevelű kategóriát és a debrői házlevelű nevet. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy 2019-ben mit alkotott, mit tett le az asztalra. Hát gyönyörű óarany szín a pohárban. És illatában mézes, aszalt kajszis és bizony-bizony narancslekváros aromák, egy kevés fekete tejával, és egy picit, még a hiba határon belül, egy emelkedett illóval. Kerek savak, nagyon-nagyon jól iható, nem billen el a cukor felé a mérleg, az egyensúly, viszont az aszalt citrusok eltűnnek, és inkább aszalt kajszi, aszalt őszi barack, és egy pici-pici
ilyen, hát ugye Üzbegisztánban nagyon híres a télire eltett szárított sárgadinnye. Ilyesmi ízeket érzek ebben a borban. Nem tudom, hogy kóstoltatok-e már üzbék sárgadinnyét, amit télire lehet eltenni. Hát ha nem, akkor fogadjátok el, hallgassatok rám, hogy ez nagyon jó. Ha meg igen, akkor megerősítsétek meg, hogy tényleg nagyon jó. Szóval ilyen ez a bor. Nagyon-nagyon hedonista, nagyon-nagyon behízelgő, közepesnél hosszabb lecsengéssel, nagyon szerethető, tényleg pöpec. A második borunk ennek a testvére méghozzá 2017-ből, és ha jól sejtem, akkor alacsonyabb az alkoholtartalma, tehát valószínűleg egy kicsit édesebb is lesz, és az EGRI borversenyen van rajta egy plecsni, a borvidéki borversenyen aranyérmet szerzett. Oké, hát nézzük. Körülbelül olyan színe van, mint az előzőnek. Még egy picit talán barnásabb is ez az árnyalat. Tehát barnába hajló óarany, vagy nem is tudom, ilyen borostyán, nem? Borostyán színű. Borostyán. Ó, Attila Bollok, hogy borostyán színű. Tényleg. És... Hűha. Ez komolyabb anyag, mint az előző. Rendkívül komplex illat. Egy pici grillázzal. Mindenféle aszalvánnyal, tehát mazsolával, kajszilekvárral, narancshéjjal. És még egy pici virágosság is van benne. Elképesztő. Ez lenyelem. Jézusom, de jó. Hát nehéz szavakat találni. Az van, hogy megint csak egy olyan bort sikerült letenni az asztalra Debrő sztárjának, ami méltán versenyezhetne egy Tokaji Aszuval. Tehát mind koncentráltságban, mind mélységben, mind az íz tartóságában, a lecsengés hosszúságában, mind az egész karakterét tekintve, hát körülbelül olyan, mint egy Tokaji Aszu, mint egy érlelt, hosszú időre eltehető Tokaji Aszu. Teljesen paff vagyok. Tehát csodálatos. Ha az első bor reprezentálta ezek szerint a debrői templomot, és annak a bizánci múltját, akkor ez a második bor, hát a koronagyémánt, tehát nem más, mint mondjuk a, nem is tudom, a Pantokrátor Krisztus valamelyik mozaikon. Tehát, hogy egy ilyen aranymozaikból előlépő Pantokrátor Krisztus. Csodálatos ez az egész. Egy csoda. És akkor elérkezett az idő a harmadik borra, aminek képzeljétek, még címkéje sincsen, és az van ráírva, hogy ugye ez egy debrői háztevelő, 2008-ból édes a szüret, hát ha jól olvasom, akkor a születésnapomon december 3-án történt. Szóval 2008 debrői háztevelő. Szerintem sose kóstoltam még ennyire idős debrői háztevelőt. Eleve ez az egész debrői háztevelő történet egy kicsit lesajnált. Tehát, hogy az emberek azt hiszik, hogy ez egy kommunista találmány, és jobb lenne elfelejteni. És néhány borász ugye elkezdett küzdeni a debrői háztevelőért, és milyen jól tette, mert hogy egyrészt jók a debrői háztevelők, másrészt ezek az édes debrői háztevelők, ezek olyanok, mint az Isten bizonyítékok, tehát hogy csodálatosak. Harmadrészt a debrői háztevelő nem kommunista találmány, hanem hortista találmány. Szóval a kommunizmust megelőzően a 30-as években már létezett debrői háztevelő, mesterségesen hozták létre, ez igaz, viszont hát majdnem 100 éves a sztori, és működik. Működött régen is, meg működik most is, úgyhogy kár lenne elfelejteni. Tehát nézzük, hogy milyen egy 2008-as debrői háztevelő Gecse Istvántól. Hát már egy ilyen érleltebb, visszafogottabb illata van. Egy pici gombával, kaporral, nagyon szép, lassan nyíló ilyen keleti fűszerekkel, fahéjjal.
barack kompóttal és szantálfával. És kóstolva, kevésbé édes, mint az előzőek, nyilván ez egy édes bor ugyanúgy, strukturálisan tökéletesen épp, gyönyörűen egyben van, még mindig, hát lehet, hogy nem úgy van, hogy nem ért el a csúcsát, de talán a csúcsán van, és ez a keleti fűszeres karakter, ez engem arra emlékeztet, amikor talán már mondtam, ugye a művészet kapcsán, a művészeti részben, hogy a palermói székesegyházban, vagy a székesegyházban találni olyan oszlopokat, ahol arab írással írták fel, vagy arabul írták fel a király nevét, és azt, hogy ezt kinek is szentelték, tehát mondjuk Szűz Máriának, vagy Máriának szentelték ezt a templomot. Egész egyszerűen azért, mert ugye a korban ki mások építhették volna, a normannok építették, de az építők maguk, hát ugye arabok voltak, hiszen az araboktól hódították el a normannok a szigetet. Vagy, ha nem az arabokra emlékeztet, akkor bizony-bizony a palermói zsidókra emlékeztet, akik ezt az egészet, az építkezéseket, hát valószínűleg finanszírozták. Úgyhogy mindenképpen keletre hajlik az én tudományom, és keletre hajlik az én szívem. Úgyhogy ez a bor vagy az építető arabokra, vagy az azt pénzelő, az építkezést pénzelő zsidók tiszteletére készülhetett, vagy legalábbis erre engem erre emlékeztet. Úgyhogy, hát cheers! Normanok, cheers Szicília, cheers Palermo, cheers a zsidóknak és az araboknak, és természetesen Bizáncnak és a görög mestereknek, akik ezeket a csodálatos mozaikokat elkészítették Szicíliában. Úgyhogy erre emelem poholam. Szevasztok! És ha esetleg ez nektek tetszett, akkor léci, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a Facebookon, és az Instagramon is. Az erő legyen veletek!